fekszik. Ül. Ugye a Kalival is ugyanazok voltak a problémák, mint Bódzával. ezt most még egyszer nem fogom elmondani, mert már annyit beszéltem ma a telefonon, hogy már az állkapcsom görcsöt kapott láphoz. Majd szedek magnézium a testére, és akkor ez megjavul lábhoz. Ül. Fekszik. Fekszik. Ugye a Kali az még talán egy kicsit problémásabb volt, mint Bodza, Üljél föl. föl. Papikám, jó reggelt kívánok, üljél föl. Hát azért még a figyelmét megoszta a többi kutya lábhoz. Gyere! De hát az első napokhoz képest ez óriási javulás lábhoz. Lábhoz. Úgyhogy tudtak őt fejlődni. Ül, okos vagy, fekszik. Fekszik! Fekszik! Hú, uh, de sokan vagytok, menjetek innen. Az az. Ilyen. Hát a tulajdonosoknak is nem eszel, nem eszik. Nem baj, ez a jó, hogyha nem eszik egy kutya, mert akkor így lesz olcsó az üzemeltetése lábhoz. Ha hogyha kifejlesztenének vagy kitenyésztenek egy olyan kutyát, még sosem eszik, akkor én biztos vásárolnák belőle egyet, mert éves szinten elég komoly pénzeket költök a kutyáimnak az étkezésére. Ott ül. Okos vagy, szuper vagy, bravo. Bravo, bravo, bravo. Láphoz. Tehát a dajdonosnak is azért majd hozzá kell tenni a maga részét, hiszen amikor már kettő vagy három kutyája van valakinek, az már bőven falkát irányít. Ott azért egy kicsit erőteljesebben kell tartani, fekszik a vezető pozíciót. Üljél föl. Okos vagy, szuper, jelához mint hogyha csak egy kutyád lenne, vagy egy kutyája lenne valakinek. Lábhoz. Egy kutyánál ott sokkal nagyobb a ráutaltság a ember a vezetővel. Amikor már többen vannak, akkor már tudnak csapatot is alkotni, falkát alkotni az ember nélkül is, idézőjelben. Lábhoz. És azt kicsit azért úgy jobb, nagyobb odafigyelést igényel. Lábhoz. Hogyha valakinek kettő vagy három vagy akár több kutyája van, hát nem egy nagy ördöngőség, hozd meg és uralkodj, és akkor tud a csapat is úgy működni, hogy megmarad az embernek a vezető pozíciója.